Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kisteleki és térségbeli fellépők adták elő zenés, táncos, verses, énekes előadásaikat. A közel másfél órás műsor második részét tekinthetik meg. Hol volt, hol nem volt 2014-ben a Petőfi Napokhoz kapcsolódva egy szabad verseny, ahol Igács Brigitta szabadon választott verse olyban megtetszett, hogy a próbándalok dramatizálva adják elő, és utána egy rövid verset volt kell énekelni Vörös Sándortól. Most előtte következik Kányi Sándor pantomim.
természetesen el sem maradhatna egy kultúra napja a legaktívabb kisteleki nyugdíjas klub képviseletében Sikisság Istvánné, Erzsikét, Töreg Petőfi Sándor versnek. Petőfi Sándor írta. Föltámadt a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémisztő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt a zenét? Kik még nem tudtátok, majd megtanuljátok, hogy mulat a nép. Rengés, üvölt a tenger, hánykolódnak a hajók, süllyednek pokolra, árbolc és vitorla, megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekbe bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanulságul, ha bár fölül a gája, alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Yeah.
Szent Vércére, általadják szép magát, benne nincs a kvére.
hős hadseregeit elirányítani. Értünk Kunstár megyei hírkalát megették, Tokaj szőlőveszélyén nektár csepet. Zászlón gyakran plántálán vadfölők sánsága, s jöttem Mátyás Búskadár és hírás. De bűneink miatt gyújt harag kemletbe, sújtán pillámait a dörgő felegetbe. Most a rakló mongol nyilát zúgtak felettünk, majd töröktől ramikát vállalkozott. Hányszor zengett ajkai, Ózman vad népének, verkadott csonthalmai, győzedelmi ének. Hányszor támadt bentfiad, szép hazán, kebletre, s lettél magzatod miatt, magzatod hangverre. Újt az üldözött, s felé kardult barlangjában, szerte nézett, s nem lelé útját a hazában. Vércre hál, s völgybe száll, bú, s kétség mellette, vérező lábainál, s lámtenger felette. Várhatod, hogy kett, dolog öpötte, halálból jött, síralos zajlik már helyette. A szabadság nem jól a boldog véréből, kínzó rabság könnye húlt, árvánkönyv személyzet. Szálld meg Isten a magyar, kik részek hányának, nyújts feléje védőkart tengerénk ínyának. Balsos, akit régen hívt, hozz rá a végeztetőt. Megbűnhötte már elé a múltat, s jövőt. Most minden résztvevőnek, hiszen az első hívószóra vállalták a mai szereplést, és természetesen köszönjük Horváth Zoltánnak, a szervezőnek, Nagy Nentának, hogy itt lehetünk, és Holota Lászlónak, hogy hangosított bennünket. Természetesen higgyék el, lelkiismeretesen számoltam a perceket, és mindenkitől megkérdeztem, hogy ki hány perc. Ezt egy kicsit megcsúsztom, de azt hiszem, ez is annak a példája, hogy azt hiszem az év 365 napjában lehet, hogy egy kicsit több nap kéne, amikor egy kicsit a kultúrával és egymással együtt lehetnék. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és remélem jövőre ugyanígy fogunk találkozni. Köszönjük szépen! A Kistelki Nyugdíjas Klub idén is egy testületi ülés keretében értékelte az elmúlt esztendőt, valamint terítékre került az idei év programsorozata és ezek várható időpontjai is. Szeretnék megkezdeni az ünnepséget. Jó hallottak-e ott hátul? Tisztelt közgyűlés és kedves vendégünk! Vezetőségük nevében szeretettel köszöntöm a közgyűlésen megjelenteket, és mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok. Köszöntöm megjelent vendégeinket, a közgyűlést megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére Tisovszki Istvánné szaktársat javaslom, a jegyzőkönyv hitelesítésére Trombitás Istvánné és Sándor Péterné taktársakat javaslom. Kérem a közgyűlést, készfeltartással fogadja el a javaslatomat, igen vagy nem. Na? Akkor úgy látom, hogy elfogadjátok. Kérem a közgyűlést, és még egyszer elolvasom meg, nem jól nézni.
készen tartásra fogadja el a javaslatot. Mielőtt a munkánkat elkezdjük, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 100 fős tagságunkból 75 fő jelen van, ami az 50% plusz egy fő elér. Első napirendi pontunk 2014 évi beszámoló előterjesztése, második napirendi pontunk az ellenőrző bizottság jelentése, harmadik napirendi pont gazdasági vezető beszámolója 2014-es évről és a 2015-ös év tervezetéről. Negyedik napirendi pont a 2015-ös év munkaterve. Hozzászólások, javaslatok. Kérem a javasolt napirendet készfeltartással jelezni, hogy elfogadjátok-e igen vagy nem. Köszönjük. Felkérem Horváth Jánosné vezetőnket, hogy a beszámolója 2014 gazdasági évről tartsam. Tisztelt közgyűlés! Nagy tisztelettel köszöntöm Nagy Sándor polgármester urat. Köszönjük, hogy köszöntöm a Csongrád megyei nyugdíjas szövetség elnökét, Baginét. Sok szeretettel köszöntöm klubunk tagjait. Köszönöm, hogy részt vesztek a közgyűlésünkön. Minden év értékelés egy kicsit torokszorító, mert idősek vagyunk, és mindig elmegy valaki közülünk, aki kedves volt nekünk. 2014-es évben elmúlt áprilisban Vörös Mihályné, augusztusban Tóth Ferencné, decemberben Kis Józsefné és Fekete Lajos. Kérlek benneteket, egy perces néma felállással emlékezzünk rájuk. Köszönöm szépen! A 2014-es évi munkákat az elfogadott munkatervünknek megfelelően sikerült többé-kevésbé teljesítenünk. Főbb célkitűzéseink voltak a 2014-es évben. Növekedjük ismereteinket, egészséges életmódra nevelés, szociális, jogi, környezetvédelmi, egészségügyi, nyugdíjrendszer változásai témakörben. Ápoljuk nemzeti és kulturális hagyományainkat, fesztiválokon, dalos találkozókon veszünk részt, megyei programjainkat megismerve színesíthetjük programjainkat. Városunk közösségi életében is aktívan részt vállalunk. Betegeinket meglátogatjuk és segítjük, ha tudjuk. Vásárlásaink során bemutatjuk a jó minőséget és a legolcsóbb árakat. Rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket, és azon leszünk, hogy segítséggel sikeres pályázatokat készítsünk. Nyári programjainkat tervezzük, szervezzük történelmi nevezetességek látogatására és melegvizes fürdők látogatására. Át kell gondolnunk, mit is valósítottunk meg a programjainkból az elmúlt évben. Pályáztunk a önkormányzathoz, és nyertünk. Sőt, 2013 évvégén az összes elmaradt támogatást átutalta a klubunknak, így az elmúlt év gazdaságilag egy kicsit könnyebb volt. Pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap ETER programjához, és nyertünk is. Sajnos a kiírás szerint 2015-ben nem pályázhatunk, mert az elmúlt három évben már volt nyertes pályázatunk. Tagságunk létszáma 100 fő, plusz 16 fő tiszteletbeli tag volt. Tiszteletbeli tagok a 80 éven felüliek, ők már tagdíjat nem fizetnek, de a karácsonyi csomagot még ők is megkapják. Örültek is, hogy gondoltunk rájuk. 2014. január 6-án kezdtük az évet pezsgő sportszintással, ami 45 fő vett részt, jó hangulatban köszöntöttük az új esztendőt.
Január 20-án Magyar Kultúra Napja a Közösségi Ház szervezésében. Február 3-án volt a közgyűlésünk. Február 10-én Nagy Sándor polgármester úr és Tóthné Tóth Anna kiosztották az Erzsébet-ütülési utalványokat azoknak, akik nyertek a pályázaton. És ugyanezen a napon dr. Eszes Gabriella belgyógyász szakorvos a szív betegségei és a betegség megelőzéséről tartott előadást. Február 17-én farsang megünnevelése, ízletes teával és finom fákkal, amit Darabos Gábor alpolgármestertől kaptunk, ezúttal is köszönjük neki. Február 22, városi disznótoros, az önkormányzattól vacsorára sertéspörköltet kaptunk, 30 fal vett részt ezen a programon, amit nagyon szépen köszönjük. Március 3. nőnap megünneplése. Vendégeink voltak. Nagy Sándor polgármester úr, Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr, Farkasné Márton Katalin, dr. Terecskei Erzsébet, Darabos Orsolya, dr. Szürgetné Kocskó Olga, műsorvezető társulat tagjai adták. Polgármester úrtól bombont, képviselő úrtól egy szál virágot kaptak hölgyünk a tagjai. Finom süteményeket az Egér cukrászától kaptunk, amit köszönjük szépen. Március 11-én Villányi professzor úr előadását hallgattuk meg Szentesen. Március 14. nemzetünknek alkalmával koszorúztunk a várossal. Április 5. Petőfi telepen talos találkozón 30 fővel vettünk részt. Április 8. egészségforumon vettünk részt. Április 12. Euróregiós Fesztivál Bordány Faluház 8 fővel képviseltük klubunkat. Április 26. EFI iroda szervezésében Győri Pál előadását hallgattuk meg a közösségi házban. Május 5. anyák napi rendezvényünkön a Kamara Énekegyüttes klubunk énekkara és versmondói léptek fel. Vendégeink voltak Darabos Gábor alpolgármester úr, Veres Zsuzsa tisztkárságvezető, Kerepecki Magdolna, Szalainé Marika és Szél Tiborné. Kis Józsefné Jucika néni 90. születésnapján alpolgármester úr oklevéllel és egy csokor virággal köszöntötte az önkormányzat nevében, majd felolvasta a miniszterelnök úr köszöntőjét. Klubunk három emeletes tortával köszöntötte az ünnepeltet. Az estevéről a kemencés csárda vezetője és dolgozói biztosították. Május 24. Szegeden a Megyeház étteremben a Létegyesület népdal találkozóján vettünk részt, énekkarunk itt nagyon szépen szerepelt. Május 28. kirándulásunkon vettünk részt, Esztergomba a bazilikát, Pár Kármán kisvonattal körbeutaztunk, hajókiránduláson, majd Szentendrén a Skandozemben megnéztük a Marci Pál Múzeumot. Szép és tartalmas napot töltöttünk el együtt. Június 8. Szitár Ferenc rendőrkapitány tartott előadást a bűn megelőzéséről, és mire vigyázzanak a nyugdíjasok címmel. Kárrendezésről Mityok Ferenc tájékoztatott bennünket. Június 23. uraknapi rendezvényünkre meghívott vendégeim Kistelekváros polgármestere és a képviselőtestület volt. Az estebéden a kedvenc és csárda bennie is finom volt, ezzel véget ért az első fél éves munkánk, júliustól szeptemberig nyári szünet, találkoztunk két hetenként nyári programjainkat megbeszélni. Július 2. Cserkeszöllőn fürdőbe voltunk. Július 30. Mórahalmon voltunk fürdeni. Augusztus 19. a város szervezésében a Laci Lassi műsorát hallgattuk meg, és a vacsorán is részt vettünk 20 fővel. Augusztus 20. Szent István ünnepén részt vettünk az ünnepülésen és az ezt követő szentmisén. Klubunk 50 darab ebédjegyet kapott a várostól, amit közösen fogyasztottunk el, amit ezúttal is nagyon szépen köszönjük. Augusztus 29-én Mórahalmon a fürdőben megtartott kulturális seregszemlén vettünk részt az énekkarral és versmondóinkkal. Szeptember 1. kezdtük a második félévi foglalkozásunkat.
Szeptember 15. Gyógytorna az EFI iroda szervezésében. Szeptember 16. Közösségi házban az erdélyi Margita Néptánc együttes műsorát néztük meg. Szeptember 27. Idősek világnapja az életet éveknek Csongrád megyei rendezvényen vettük részt az Augusteszeri faluházban. Szeptember 29. Klubunkban is megünnepeltük az idősek világnapját szendvicssel és tejával. Október 1. Idősek második Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedő a Közösségi Házban, ez Csongrád megyei szervezésben volt. Október 14. Makói Hagymatikum gyógyfürdőben nyugdíjas találkozó éttés testen, épp lélek a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv támogatásával egészségfelmérés és fürdés. Október 18. gasztronómiai rendezvényen 26-an voltunk jelen, finom töltött káposztát készítettünk. Október 27. szüreti mulatság, klubtagjaink adták a műsor, a kemencés csárda biztosította az estevédőket. November 15. idős vándorodók emlékhangversenyen vettünk részt, a 40 darab belépőjegyet ingyen kaptuk, amit ezúttal is köszönünk Cirok Zoltánnak. November 22. Balázstyán Jubilómi Énekfesztiválon vettünk részt az énekkarral. November 24. Mindenki Népnapja, közkívánatra ismét töltött káposztát főztünk. Nagyon jól sikerült ez a rendezvényünk is, az estebéd után tánc is volt. November 29. hangverseny a Közösségi Házban, olasz testvérásunk és az idős vándorodók zenekar közreműködésével. December 8. a Medisport Centrum munkatársai és dr. Csernus reumatológus főorvos tartottak előadást az új centrumról. Gyógytorna is volt, ami igen jól esett tagjainknak, máskor is szívesen látnák a gyógytornászt. Kaptunk belépőjegyeket is, amit kisorsoltunk tagjaink között. December 15. karácsony megünneplése, vendégeink voltak Nagy Sándor polgármester úr, az Életet az Éveknek Csongrád megyei szövetségének vezetője Urbán Istvánné és helyettese Molnár Józsefné. Minden klubtagunk kapott egy csomag szaloncukorot, nagy kalácsot, fés és kiflit és teát. Polgármester úrtól ismét egy angyalkát kaptunk klubtagjaink örömére. Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni Kistelekváros önkormányzatának, polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, valamint az a Nemzeti Együttműködési Alap támogatáskezelőnek, hogy pályázatunkat befogadták, támogatták klubunkat. Köszönjük! Támogatások nélkül nem tudtunk volna ilyen színvonalas programokat szervezni. Kérjük polgármester urat és a képviselőtestületet, hogy lehetőségekhez képest támogassák klubunkat az elkövetkező években is. Itt szeretném megköszönni a Kárpátiai Kiscsesház vezetőjének és munkatársainak, hogy segítették, támogatták munkánkat. Szintén szeretném megköszönni Bellányi Dezsőnének a helyettesemnek, Borvola Ferencné titkárnak, Luca Józsefné az ellenőrző bizottság elnökének, Molnárné Erzsikének, a felszolgáló csapat minden tagjának, Tisockiné Margitkának a sok süteményt, amit a rendezvényeinkre készített, és minden segítőnek, akik mindig jöttek segíteni, szendvicset, töltött káposztát, vagy éppen savanyúságot készíteni. Sisák Istvánné ifjúnak kirándulás felelősnek, Mészáros Pálnének az énekkar vezetőjének, Frányi Juditnak a kórus vezetőnek, vegyes kórusunk minden tagjának, szóló énekesünknek, versmondóinknak, hogy egész évben segítették munkámat. Nélkületek nem tudtam volna ilyen gördülékenyen megszervezni rendezvényeinket. Visszatekintve az elmúlt évre, sok mindent meg tudtunk valósítani, szinten tudtuk tartani terveinket. Természetesen nálunk is vannak hiányosságok, amit a közeljövőben igyekezni fogunk kiküszöbölni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
aki a Horváth Jánosné vezető beszámolóját. Kézfeltartása. Igen. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy az elhangzottakhoz van-e, aki hozzászól? Kíván-e valaki valami mondani? Igen, nem. Felkérem Horváth Jánosnét, ismertesse a Városi Nyugdíjas Klub 2015-ös év munkatervét. Városi Nyugdíjas Klub 2015 évi munkaterv. Ismertetni szeretném a 2015 évi programtervezetünket, amiben lényeges változás nincs az előző évihez viszonyítva. Találkozunk minden hétfőn 15 órakor, télen 14 óraig kezdettel. A vezetőség úgy határozott, 2015-ben sem emeljük a tagdíj összegét, marad a 2000 forint per év. Ebben az évben is lehetőség lesz a második fél évben új tagok belépésére. És ugyanazt olvassunk, hogy tulajdonképpen, ami a 2014-re vonatkozott. Találkozóinkon bővítjük ismereteinket, szervezzük előadásainkat egészségügyi, szociális környezetvédelmi, egészséges éves életmódra nevelés, nyugdíjrendszer változásai témakörben. Ápoljuk nemzeti kulturális hagyományainkat, fesztiválokon, vetélkedőkön veszünk részt, például Bordány, Gyopáros fürdő, Moralom, stb. Ennek a munkának közösségformáló ereje van. Ismerjük meg megyei programjainkat, most azokon vegyünk részt, ezáltal színesíthetjük programjainkat. Generációs kapcsolatainkat őrizzük meg, és törekedjünk arra, hogy minél többször találkozzunk fiatalokkal, gyönyörködhessünk az általuk előadott műsorokban. A helyi civil szervezetek munkáját megismerjük, és támogassuk egymás munkáját, például a közösségi programok szervezésére. Városunk közösségi életében aktívan szeretnénk részt vállalni. Betegeinket felkutatjuk, látogatjuk úgy, mint az elmúlt években. Kérlek benneteket, ha valaki hosszabb ideig beteg a környezetetekben, szóljatok, hogy meg tudjuk látogatni. Programjaink megvalósításához legyen elég forrás, mindent elkövetünk. Rendszeresen figyeljük a megpályázható lehetőségeket, és azon leszünk, hogy sikeres pályázatokat készítsünk. Elegendő forrás esetén kitűzött céljainkat maradéktalanul meg tudjuk valósítani. Vásárlásaink során felmutatjuk a legjobb minőséget és a legolcsóbb árakat, hogy rendelkezésre álló forrást a leggazdaságosabban használjunk fel. Nyári programjainkat tervezzük, történelmi nevezetességek meglátogatása, melegvizes fürdőket keresünk fel, ahol légzésszerű, mozgásszerű és keringési bajainkat gyógyíthatjuk. Ezeket a programokat majd igény szerint meg fogjuk beszélni. Továbbra is törekszünk arra, önzetlen szeretet, egymás megértése vezérelő munkánkat. Egyre nehezedő napi gondjainkat ezáltal könnyebben tudjuk megélni. Az összetartozás, baráti beszélgetések, jó hangulat, új információk megszerzésének helye legyen a közösségünk az együttműködés és szolidaritás jegyében. Gazdag közösségi élet a kultúra, a művészet ápolása, szabadidő hasznos eltöltése legyen feladatunk. Ezekhez a feladatokhoz kéri a vezetőség a bizalmatokat és a segítségeteket. Köszönöm! Köszönöm a beszámolót Horváth János névezetőnknek, és megint megkérdezlek benneteket a tagságot, hogy elfogadja-e a beszámolót, amit készfeltartással kérek, hogy jelezzetek. Köszönöm. Felkérem Horváth Jánosnét, ismertesse a Városi Nyugdíjas Klub munkatervét, elnézést. Már meg volt.
Kérdezem a tagságot, hogy az elhangzottakhoz kérve valaki hozzászólni. Akkor bejöttünket. Bagirék. Akkor felkérjük Bagirék, hogy tartsd a beszámolódat, gyere! Jó napot kívánok! Szervusztok! Köszöntelek valamennyiöntöket! Köszönöm, hogy itt lehetek! Mindenek előtt polgármester úrnak köszönöm, és köszönöm az elnökasszonynak is, hogy meghívott erre a rendezvényre. Érdekes módon kerültem ide, a kezdeményezés az enyém volt. Ugyanis történt itt a közelmúlt években egy nagy szervezeti átalakítás a közigazgatásban. A közigazgatásnak egy új szintje jött létre, ez a járás. És Kisterek járási központ lett. És mintán ilyen járási központ lett, több községnek, öt községnek a közvetlen közigazgatási irányítása alá irányítás került ide, ezért úgy gondoltam, vagy úgy gondolta a Csongrád megyei Nyugdíjas Szövetség, hogy ennek az új szervezeti formának megfelelően nekünk is, nyugdíjasoknak is egy új szervezeti formában kellene mozognunk, élnünk ahhoz, hogy a mi életünk is könnyebb legyen, és a velünk való törődés is könnyebb legyen. A most itt elhangzott beszámolók alapján azt tudtam így első benyomásként rögzíteni magamban, hogy ez a város sokat tesz azért, hogy nektek szebb, nyugodtabb, boldogabb és elviselhetőbb időskorotok legyen. Köszönjük a polgármester úrnak. És köszönjük természetesen a város képviselőtestületének is. Egészen biztos, hogy mindaz, amit én hallottam, az nem teljes. Egészen biztos, hogy a város sokkal többet tesz attól a nyugdíjasokért, mint amit most itt hallottunk. És éppen ezért a városnak sem mindegy, hogy a nyugdíjasok a város vezetőinek munkájával, azzal a munkával, amit az önkormányzat tesz, értetek, ti is megelégedéseket fejezzétek ki. És ennek a megelégedésnek vannak hivatalos formái is. Ennek a hivatalos formának megismerésére szeretnélek emlékeztetni, polgármester úr egészen biztosan tud róla, meg biztosan ti is tudtok róla, hogy van ilyen, hogy idős barát önkormányzat. Ja. Hogyan szokott az történni, hogy egy képviselő közösség, vagy egy város, község elnyerje ezt a jutalmat, mert ez egy nagy jutalom. Ez egy országos elismerés. Hát az, hogyha ti itt elégedettek vagytok a munkával, már pedig itt nagyon erről győződtem én meg most ezen a beszámoló alkalmával, akkor bizony van lehetőség arra, hogy ti is kezdeményezzétek a képviselőtestület felé az aféle elvárásokat, hogy boldogok lennétek, ha ezt a városnak az idősek érdekében kifejtett tevékenységét ne csak ti tudnátok, és ne csak ti ismernétek és ismernétek el, hanem országosan is kifejlesztésre jutatna ez. Gondolom, a képviselőtestület örülne ennek.
Nos, ezzel túlmenően néhány gondolatban szeretnék arról szólni, hogy mi az, ami még inspirált abba, hogy ide jöjjek ma. Nem titok, hogy óriási változások előtt áll a világ. 1991-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ azt mondta, hogy 600 millió 65 év feletti ember él a világon, és ennek a 650 millió, jó van akkor, 650 millió embernek, hát érdemes lenne kifejezésünket jutatni a tekintetbe, hogy mit tett ez a 600 millió ember, miértünk a fiatalokért. Csináljunk nekik idősek világnapját, rendezzünk ilyet. 91 óta van ilyen megemlékezés az idősek számára. Aztán egy másik világszervezet, az UNESCO, az egy későbbi időpontban, ő azt mondotta, hogy az idősek egészségének megóvására nagyon sokat kellene törődni, költeni. És ezt egy nagyon régi papnak a gondolatával vezette be. A papot úgy hívták, hogy Jonathan Swift. Jonathan Swift egy ír pap volt, a 17. században élt, az 1640-es évek közepén született, és az 1700-as évek, nem egészen a 40-es évében, hanem Matuzsálemi kort élt meg ez az ember. Pap volt, rájött azzal foglalkozni, ami az őt körülvevő világot akkor érintette. És ennek az embernek máig élő gondolata van, azt mondotta, hogy minden ember nagyon sokáig szeretne élni, de úgy, hogy ne legyen öreg. Hogy ne öregedjen meg. Hát mert az öregséggel ugye rettentő sok betegség, meg mi minden jár, nem kell ezt nekünk mondani már ebben a korban, hogy mivel jár az öregség. Hát így szeretné az UNESCO is, hogyha megélnénk az öregkort, hogy ne öregedjünk meg, és ne legyünk betegek, főleg ne legyünk betegek. Hát nyilván ez az egészségügyi világszervezetnek ez a fontos. De hát nekünk is fontos, a családunknak is fontos, a gyerekeinknek, az unokáinknak is, hogy minél többet legyünk együtt. Mennyire jó is lenne. És hát ennek a Jonathan Swiftnek, ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, milyen munkásságát is ismerünk, nagyon sok-sok regényt írt, és miután pap volt azért, az anglikán egyház felszentelt papja volt, Dublinban volt pap, és hát azért az nem volt mindegy, hogy egy pap ugye regény írással foglalkozik, nem pedig a híveknek a lelki világát ápolgatja és gyógyítja. Nagyon sok álnéven rettentő sok könyvet írt, de amit mi biztosan nagyon ismerünk és gyerekkorunk óta ismerünk, hallottunk róla, ez a Gulliver utazásai. Emlékszünk rá? Rajzos írások is jelentek meg, hogy jól járt ez a Gulliver a törpék országától, eldezve az óriások országáig, és hát ő róla van szó. Nos, azóta nagyon sokat változott a világ, de borzasztó sokat változott 1991 óta, mert hisz akkor azt mondotta az ENSZ, hogy most 3 millió ember él a világon, és ebből 600 millió idős. Vagyis kiszámította, hogy a 3 milliónak a 20%-a 65 év feletti. Azóta eltelt nem egészen 25 év, és most mit gondolják, mennyien élünk a Földön?
6 milliárdan. Duplája annak, mint nem telt el 25 év alatt. És még ha ehhez hozzáteszem azt, hogy a mai világunk, ismert világunk egyes földrészein milyen óriási változások vannak egy esztendő alatt is. A latin-amerikai országokban, ez Dél-Amerika, az afrikai államokban, az ázsiai államokban minden 15 hónap időtartama alatt 100 millió ember születik. Na most képzeljük el, hogy mit fog ez jelenteni 25-re, ami hozzánk nincs messze, 10 év múlva lesz 25, 2025-re. A számítások szerint 9 milliárdan leszünk a Földön. És ha 9 milliárdan leszünk, annak 20%-a közel 2 milliárd, aki idős ember lesz. És mit lehet ennyi sok idős emberrel kezdeni? Nagyon, nagyon, nagyon nagy lecke lesz. 20-30 év múlva minden egyes nemzetállamnak gondoskodni az időseiről. Nagyon nagy gond lesz. Miközben a világban ilyen fejlődés lesz, vagy ilyen változás lesz, sajnos Európában, különösen Közép-Kelet-Európában egy egészen fordított helyzet fog bekövetkezni. Itt viszont csökken a lakosság életszáma, de egy nagyon furcsa módon nem fog születni annyi gyermek, mint ahány idős lesz, és ezek a társadalmak elöregedett társadalmak lesznek. Ilyen lesz Magyarország, ilyen lesz Bulgária, ilyen lesz Oroszország, ilyen lesz Lengyelország, ilyen lesz a közép-kelet-európai államokhoz tartozó Szlovákia, ilyen lesz Csehország, egyedül Ausztria lesz az az ország az előszámítások szerint, ahol ez a trend nem ilyen irányt fog vetni. Na mindez azt jelenti, hogy nagyon fel kell készülni az egyes nemzetgazdaságoknak arra, hogy az időseivel mit fog tudni kezdeni. Egy előregedő társadalom, már Magyarország ma is előregedő társadalom, több az idős, mint a fiatal. Tudjuk, hogy ez mit jelent abból a szempontból, ami sújtja minden nemzeti kormányt, a mi kormányunkat is, hogy hogyan legyen, hogyan alakuljon az a nyugdíj, amiből meg tudunk élni, amiből nincsen, nem lesznek óriási nagy gondjai. Nos, mindezt azért mondtam el, mert látnunk kell nekünk is mindazt, hogy mi a világ tendencia, mi hazánkban a tendencia, mi az, amit várhatunk, mi az, ami megadhatik nekünk, és mi az, ami nem. Nos, megint ennyi bevezető után rá szeretnék térni arra, hogy az a szervezet, amelynek én közel 10 éve a vezetője vagyok, mit csinál Csongrád megyében. Ez a szervezet is nyugdíjasokkal foglalkozik, és nagyon sokat tesz azért, hogy sok-sok gondot könnyebben lehessen elviselni, mint hogyha nem lennének ezek a nyugdíjas szervezetek. Mi is, mint ez a szervezet, és nagyon sokat pályázunk. A Csongrád megyei Nyugdíjas Szövetség az elmúlt néhány évben több pályázatával 10 milliókat, mondhatom, 10 milliókat nyert. Mire fordítottuk ezeket a pénzeket, és mire nyertünk? Természetesen benyújtottunk pályázatokat olyan, amire lehetett, és ezt meg lehetett nyerni, és akkor azokat a nyereményeknek a tárgyasult dolgait szét tudtuk osztani a nyugdíjasok között. 2010-ben például
közel 10 millió forintot nyertünk, pályáztunk és nyertünk, amelyből nyugdíjasoknak vásároltunk háztartásait ellátására energiatakarékos izzókat. Ez azt jelentette, hogy ebből a 10 millió forintból 360 családnak, 360 családnak tudtunk elektronikus izzókat, vagy takarékos izzókat vásárolni, egy-egy családnak 40 ezer forint értékben. Hát ez valami borzasztó sok, hiszen 10 évben, vagy 10-ben vásárolt izzók most is égnek, meg még 10 év múlva is égni fognak. Mert takarékosak, és ezek nem olyan könnyen elhasználhatók, mint amilyenek voltak a korábbiak, nem tudom most, hogy állunk már vele. Volt közel 40 milliós pályázatunk ezt követően, hazai pályázatunk. Ezt a 40 milliós pályázatot a kormányváltás, 10-es kormányváltás után a új kormány már nem támogatta, és emiatt nem nyertünk. Viszont nyertünk 2012-ben 10 millió forintos uniós pályázatunkkal, ezen a pályázaton pedig időseknek csináltunk, most december 31-én fejezett be a pályázat, időseknek csináltunk egészségmegőrző, betegségmegelőző olyan programot, amely programok konkrét előadói professzorok voltak, szívsebész például, pszichológus, belgyógyász, sebész, és nem is tudom, 750 ember vett részt ebben a programban. Ez a program olyan, minden egyes alkalommal meghirdettem az országba, gondolom ide is jár a Dél-Magyar, az egész megyéből voltak résztvevői, de még voltak Szerbiából is résztvevői, és voltak Romániából is résztvevői. Most van egy olyan nyereményünk, amellyel, és ilyen hasonló nyereményünk több volt az elmúlt időszakban, amely pénzekkel olyan tanfolyamokat tudtunk indítani, amely tanfolyamokon kimondottan idősek vehettek részt, és számítástechnikai képzést tudtunk nyújtani. Volt olyan programunk, amelyben szövegszerkesztést tanítottunk egy programban, volt olyan, amikor internetezést tanítottunk. Most is van, amely most februárban indul, ezzel az alkalommal szintén számítógépes tanfolyam, ez a bankoktól nyertük ezt a pályázatot, ezt az összeget, ez arra szolgál, hogy megtanítsuk nyugdíjasokat elektronikus bank intézkedésre. Minden túlmenően rengeteg kulturális programunk van, amelyeket már nem akarok ismertetni. Köszönöm a figyelmet! Akkor most már ugye egymás között jó napot kívánok még egyszer mindenkinek. Köszönöm szépen a mai meghívást is. És megvallom őszintén, én úgy, hát már többször voltam itt taggyűlésen, de most is azt tapasztaltam, hogy itt az élet van. Pontos elszámolás, barátság alapja szoktuk mondani. És érdekes módon, Icka, hogy hallgattam a 2014-es évet is, ha úgy veszem, majdnem mindegyik egy kicsit természetes, hogy igen, ez a program is volt, meg az a program is, de azért vajon be mindannyian őszintén így azért egyre valva, azért nagyon-nagyon sok olyan dolog történt, ami én magam is, bocsánat, meglepődve is, hadd mondjam azt, hogy büszke voltam, hogy ennyi minden jó dolog történhetett 2014-ben is, aminek kapcsán ugye megyünk a 2015-nek. Amikor itt a pénzügyi beszámolót hallgattam, és a tervezettet is, a 2015 tervet is felolvasta a gazdasági vezető, akkor egy dologgal szeretném kiegészíteni,
A képviselőtestület most tárgyalja a Kistelekváros költségvetését, és az eddigi két munkamegbeszélést követően a sorokban úgy van, hogy a Kisteleki Nyugdíjas Klubnak 350 ezer forint támogatást szeretnénk adni. A Jóisten segít bennünket. Úgyhogy higgyék, ez oda-vissza működik. Ez a mi kis városunk, egy kis közösség, nem is szoktuk mi azt gondolom sokat kérkedni mások felé. Igyekszünk egyébként mindig egymásra figyelni. Az én dolgom is az, bocsánat, hogyha van egy ilyen sikeres klub, és nagyon sok ember, nagyon sok alkalommal, tényleg a városi rendezvényeken, bármely évre számíthatunk egymással, mivel tudunk mi egy kicsit segíteni azzal, hogy önöknek természetesen talán egy pici támogatással megkönnyítsük az élet. Ez így történik most is, és most se akarom azokat megismételni, azokat a meghívásokat, amik már szokottak. Most is lesz majd a minden igaz február 21-én disznóvágás, én csak így hívom. Utána az egy kicsit inkább olyan lesz most, mint tavaly a gasztronómiai fesztivál, és este már minden közösségi hasonlóképpen, csak a hagyomány szerint majd készülhet arra az estére. Ha minden igaz, akkor most csak egy disznót vágunk, nem négyet, és inkább a közösségek fognak egyébként, azt hiszem a kertbarátok talán, akkor hallottam még talán a városvédőket is, akik hasonlóképpen bemutató jelvel csinálják a maguk kis közösségének ezt a fajta ünneplését. Továbbra is tisztelettel számítok azokra a fölajánlásokra, mint tavaly is, ahol idős emberek meg tudták azt mutatni, főleg önök közül, hogy hogyan kell a belefőbucolni, hogyan kell, hogyan csináltuk azt régen, és hogyan ajánljuk azt ma is. Megmondtam Orbán Zolikáéknak, hogy ez a disznóvágás most nem olyan lesz, hogy engem is felígéjék, megmutatják, hogy 2 perc alatt hogyan lehet kétfelé hasítani egy disznót és bevinni, hanem szeretném ezt egy kicsit egyre inkább hagyományőrzővé tenni, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűség szerint csak fatüzelési pörzsölővel lehet majd azt a disznót pörzsölni, meg egy-két olyan dolog, ami egyébként nekünk, én nekem is még hál' Istennek adatott az gyerekkoromban, hogy hogyan szállítottuk otthon a spargelt alatt a nagyon vékonyra vágott akácfát, mire nagyobbán megjön, ugye a pörzsölőbe akkor az a nagyon-nagyon jó száraz akácfa legyen, ami talán egy hétig is ott szállít, hát többen bólogatnak, így volt az, azt gondolom önöknél is, és lehet, hogy a gázpörzsölő majd ma többet tud, de szeretnénk a gyerekeinknek, a fiataloknak megmutatni, és nem elfelejteni azt, hogy hogyan is volt az régen. Úgyhogy persze, hogy ezen alkalommal majd keresünk ezeket Zolika, egyeztetünk, hogy ki miben tud segíteni, most is invitálom majd a klubot, biztos most is vacsoránál is megtaláljuk a közös hangsúlyt, hogy kinek mi legyen a tányérában, és ugyanez vonatkozik természetesen az augusztus 20-ára, vagy éppen majd előttünk álló gasztronómiai fesztiválra. Egy a lényeg, mindig azt szoktam mondani, mi itthon vagyunk. Általában olyan az embernek az otthona is, hogy úgy próbálja alakítani, hogy abban jól érezze magát. Én így gondolom a városunkról is. Úgy próbáljuk a mindennapjainkat megtervezni, megélni, hogyha kell, akkor segítsünk egymásnak, hogyha pedig bajba vagyunk, akkor is egyébként számíthassunk egymásra. Ha éppen jó kedve van támadni dolgunk, akkor azt is egyébként egy jó közösségben, jó barátokkal, jó ismerősökkel, jó városban tényleg mindennapjainkat így tudjuk élni. Látják azt, hogy ebben az évben még sok hosszúságot okozó szennyvízberuházás megy, de hál' Istennek azt mondom, az idő nem túl kegyes abban a tekintetben, hogy eső az van gazdagon, úgyhogy ez sem hátráltat semmit. Nagyon-nagyon pici kis apró történetekre tudok csak mondani, de viszonylag zöggenőmentesen szépen halad előre a dolog, és a határidők szerint befejeződik. Ami most egyébként az elkövetkezendő napokban még egy kicsi hosszúságot fog okozni, nagy valószínűség szerint átvágatom az Árpád utcát a temető sarkánál, úgyhogy akik arra laknak, ott lesz egy kicsi átmeneti történet, hiszen az a rész, ami ott a temető mögötti résznek sajnos kontrás, úgy hívjuk ezt, hogy az Árpád utca alatt átmegy átereszt, az egy pici vizet mindig visszatart, és emiatt azt a részt ott akik arra laknak, majd tapasztalni fogják, hogy ilyenek történnek. Vagy ilyen tervünk van, és ebben ilyenkor a nyugdíjas klubban elé van egy tartozásom, hogy a Icukának megértem még tavaly, ha jól tudom, mint meg mindazok, akik ott a teát szokták főzni a sarokban, hogy ebben az évben jó lenne ott valamit is te akarja sarkot kialakítani.
ez annyira elindította a fantáziámat, és kicsit bosszantodom amiatt, hogy lassan kis tereken nincs egy olyan igazi normális hely, ahol egy normális lakodalmat meg lehessen csinálni. Mert a magánszektor ezt nem, tehát nem önkormányzat szektor. Érdekes, ez a hely még éppen akkora, hogy egy ilyen 101 néhány fős lehet csinálni, de a mai lakodalom sok esetben inkább már ennél egy picit nagyobb. Az a tapasztalat legalábbis itt vidéki helyen sokszor a lányos meg a fiús házban már inkább összefog és egy lakodalmat csinál. És azt látom sorban, hogy a kis törekek hagyópusztaszerrendben a kemencés csárdában, vagy Balástyán az Orhideában, és igazából egy picit ezt még egy hiány történetnek tartom. És az a terve most méretem itt föl, hogy hogyan tudnánk itt, úgyis elraboltuk már az iskolának egy kicsi részét itt a kemence és környékére, hogyan tudnék itt egy olyan építményt, ehhez az építménynek itt még hozzá gondolni, ami egy olyan nagy tervet jelentene, ami egyébként nektek nyugdíjasoknak, csak így cukára nézve mondom ezt, itt gyakorlatilag kialakítunk akkor egy rendesebb konyhát, főzőhelyiséget, bográst, alkalmazva, stb. Ez még csak terv. Még most méretem, most nézettem meg, még az életem is most jár ebbe az irányba, de onnantól kezdve azok a rendezvények, amit egy kicsit főzéssel, meg minden egyéb jár, tehát lehet, hogy két irányba bővül majd a történet. Tervek mindig vannak. Az embernek mindig jár az esze, hogy hogyan tud előrébb haladni, ez a dolgunk természetesen. Én jó magam, persze itt sokukkal még nem is találkoztam, mit kívánhatna az ember ilyenkor évelen, jó egészséget. De ha az van, akkor szerintem akkor majd nagy baj nincsen. És nagyon érdekes, most két hetet nem voltam itthon, levették ki érdeklésnek, de életemben először Amerikában voltam. Nagyon sok felé jártam már a világban, Kínában, Szibérián, Oroszországban, Japánban, mindenfelé. És volt egy meghívásom, ez félig inkább az építészmérnök változatom miatt volt ott, és voltam Amerikában, és most értem haza 4 vagy 5 napja. Hát, úgy jöttem én onnan haza, hogy nem mennék én oda vissza. Szóval, úgy jöttem én onnan haza, ahol egyébként most Floridában voltam, és ott plusz 25, plusz 30 fok volt napközben, és ilyen sok gazdag embert még életemben nem láttam. Az emberek 85%-a olyan kövér volt, mint nálam most a levágás előtti Magolica disznó, és ne legyék rossz néven. Elhízott, lusta, semmire való emberek halmazát láttam, akik egyébként belecsöppentek egy fajta gazdagságba, és egyébként nem tudják, hogy hány kiló. Én ott vidám embert keresek láttam. Azt láttam, hogy megehetik a pénzüket is, meg minden egyéb. A konyhában, ahol voltam, nem volt ott egyetlen egy lábas sem, egy fazék sem. Lemennek a boltba, dobozba vesznek valamit, az főmelegítik a mikróba jó esetben. Ez legyen ez reggeli, legyen ez ebéd, legyen vacsora. Na hát, ez az Amerika után. Azt mondtam, hogy nagyon szép autóitok vannak, 500 négyzetméteres lakások vannak, meg stb. Nagyon szeretek egy kis telekedni. Úgyhogy csak úgy kell nekünk néha egy kis megerősítés, kell egy tartás. És amikor olyan klubban vagyunk, ahol egyébként az emberek szeretnek együtt lenni, jó esetben még mosolyognak is, ha a polgármester mond valamit, és egyébként van jövőképünk, van múltunk, amire büszkék lehetünk, és egyébként egy disznóvágás, vagy bárminél még tudjuk is megmutatni, hogy milyenek a magyar ízek, akkor bocsánatot kérek, egy dolgunk van. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az egészségünkre, és akkor szépen minden megy tovább. Úgyhogy jó egészséget mindenkinek 2015-re is. Köszönöm a meghívásokat, és Isten éltesse mindenkinek. Mindenkinek jó egészséget kívánok a 2015-es évhez. A közgyűlést befejeztük. A szendvicsek és a tea elfogyasztáshoz jó étvágyat kívánunk.
Én szeretném megköszönni külön Baginének a hozzászólását és a polgármester úrnak, és köszönjük szépen, és tőleg köszönjük szépen, hogy bekapjuk a támogatást. Szeretném elmondani, hogy szendvicset készítettünk és teát. Mindenkit szeretettel várunk ott hátul, és fogyasszátok szeretettel, olyan szeretettel készítettük, hogy jó étvágyat kívánok hozzá, és mikor már, vagyis hogy nem, most befejeztük a közgyűlés, ott fönt látni fogjátok a 2014-es évi rendezvényünknek, amit a Városi Televízió fölvett a DVD műsorán. Majd fönt, nézzetek néha föl. És még egyet szeretnék elmondani, hogy amikor vége van, megvacsorolj, megettük a szendvicsünket, akkor szeretnék még egy pár szóval beszélni veletek, hogy például, hogy részt vegyünk-e majd a disznótoloson, és hogy mivel. Ezt utána majd megbeszéljük. Jó? Köszönöm szépen! Bocsánat, én köszönök, mert háromra ígértem, már máshol magam. Beszélgessenek, még legyenek egy kicsit együtt. Úgy látom, az idő kezd alakulni, úgyhogy nem kell sietni senkinek. Viszontlátásra! Téli teremlabdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a zenekar a Száne csapatával mérkőzött. Ezt a meccset tekinthetik meg most.
Let's go!
következő adásunkat február 13-án pénteken 18 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik magazin műsorunkkal jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!